szívszorító, ami kiderült, ezért nem mehetett el Kós temetésére Verebes István, pedig ő írta a búcsúbeszédet. Verebes István a Mokka stúdiójában emlékezett Kós Jánosra. Szerednyei Béla olvasta fel a beszédet, amit Verebes írt az énekes búcsúztatójára. A színész-rendező elmondta, miért nem lehetett jelen. Én azért nem voltam ott, mert én nem megyek temetésre. Ezt a Bajorini halálakor fogadtam meg, több okból is. Mert ott halok meg én is. Azt még elmondta, nagyon köszöni Szerednyeinek, hogy elmondta a beszédet Kós János tegnap délutáni temetésén.